Köszöntöm kedves nézőinket Sipszó után című sportmagazinunkkal. Mindent megtesznek a Kisdunamenti Judo Sportegyesületnél, hogy formában tartsák versenyzőiket. A munka a nehézségek ellenére folyamatos. Az utánpótlás csoportban azonban némi törést okozott a rendkívüli helyzet. Néhány héttel ezelőtt még dobogós eredményekről számolhattunk be a Kisdunamenti Judo Sportegyesület kapcsán, hiszen a szervezet versenyzői Fenyvesi Csilla és Kis Noémi remekül szerepeltek egy a Honvédség által szervezett bajnokságon. A lányok katonák is, tehát tartalékos katonák, mind a kettő, tehát a Csilla és a Noémi is tartalékos szakaszvezető, és ugye ez a honvédelmi programban is benne van, hogy ez a kritikus a bajnokság, és ezért indultunk el rajta. Ez 2020, ugye február 27-én volt megrendezve Szentendén a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján. Ez volt a 8. kinizsi közelharc kupa. Ez annyival teljesen más, mint a judó, mert itt egyedi szabályok vannak, teljesen más szabályrendszer, ez 3 rendszer volt megrendezve ez a verseny, ebben volt egy kiskesztyűs küzdelem, egy nagykesztyűs küzdelem, és egy pusztakezes földharc küzdelem. Hát mi ebben a pusztakezes földharc küzdelembe indultunk el. Ez az a sajátossága, hogy nem úgy van, mint a judó, hogy nincs judó ruha, itt tehát polgár ruha van, a nadrág és pólóba kell küzdeni a versenyzőknek. 3 kategória van, 3 súly van, tehát mínusz 50, plusz 50 és plusz 60 kiló. Plusz szét van bontva amatőr és profi versenyzőkre. A profi versenyzőkön azt értjük, akik bármilyen küzdő sportban versenyszerűleg máshol, ugye katonaságon kívül, ugye ők küzdenek vagy dolgoznak. Na most a versenynek a sajátossága az volt, hogy mínusz 50 kg-ba, ahol Noéminak kellett volna indulni, ugye ő 48 kg nem volt nevező, plusz 50 kg-ba se volt a profi, tehát a profi között nevező, plusz 60 kg-ba onnan indult a nevezőknek a létszáma. Hát Noémi vállalt a saját felelősségére, hogy hát akkor elindulott, ha már elmentünk. A Csilla ugye a plusz 60 kilóba indult, és Noémi a plusz 60-ba. Érdekesség volt, hogy a legkönnyebb ellenfele Noéminek egy 64 kiló volt, tehát az lehet képzelni, hogy a 48 kilós és egy 64 kilós a legkisebb ellenfele. A legnagyobb ellenfele pedig a döntőben egy 85 kg-os, szintén judós hölgy, aki többszörös magyar bajnoki helyezett, magyar bajnok, Európa-kupa 3. helyezett volt, és ugye Noémi vele küzdött a döntőben, tehát szépen elmenetelt a döntőig ebbe a nagy súlycsoportba. Hatalmas súlykülönbség miatt mindenki arra gondolt, hogy nem lesz ez egy hosszú küzdelem, rövidre lesz zárva, de Noémi kőkeményen harcolt, mondhatnánk igazi katona módjára, és végigküzdötte a 4 percet, és a 4 percnek az utolsó 10 másodpercében egy ilyen ledöntés, mert más a szabályrendszer, itt ha le tudják vinni a földre valamilyen formában, az is egy pont. És ellenfele így tudott egy pontot szerezni Noémin, hogy a súlyával rádült, és egyszerűen nem tudta megtartani már, és így a földre kerültek, így vesztette a döntőt. Érdekesség, hogy a versenynek a díszvendége Sihan Furkó Kálmán nyugalában ezredes volt, és ő is elismerően nyilatkozott Noéminek a teljesítményéről, mert mondta, hogy egy ilyen kis hölgytől még nem látott ekkora harci szenvedélyt. Csillával kapcsolatban, hogy a Csilla novemberben átesett egy térdműtéten, igazából február elején kezdtük el vele a fölkészülést a judóra, de azt gondolom 4 hónap kiesés után remekül helytelt, és ugye a 3. helyet hozta ezen a versenyen. Sajnos újabb megmérettetéseket számukra sem tartogat ez az időszak, de nem adják fel, küzdenek tovább. Igazság szerint földre vitt bennünket ez a járvány, judós szlengbe élve ipont dobott rajtunk. Hát fajszóan nem tudunk egyáltalán dolgozni, talán mi voltunk a legelsők, akik még a kiirdetés előtt az iskolából befejezték a munkát, az iskola vezetésével egyeztetve, tehát még akkor nem voltak bezárva az iskolák, mi ott jeleztük, hogy akkor lejöttünk az igazgatónénivel beszélni, és akkor mondtuk, hogy mi most akkor bezárjuk a kapuinkat, sajnos. Ugye azt tudni kell, hogy mivel egyesültünk, 2 csoportra osztódik, az egyik az utánpótlás nevelés, a másik a versenysport. Ugye az utánpótlás nevelés az, ami fajszon történik, hogy mondhatok, ott nálunk nagyon sok gyerek van. Nagyon haladtunk a fölkészüléssel velük, már ővizsgára készültünk, elkezdtük volna a kiemelt fiatalok bevonását a versenyrendszerbe, és most ezt keresztül húzta ez a vírus. Ezek a fiatalok most, tehát velük neten tudom tartani a kapcsolatot,
otthon, amit tudnak, hát ugye fél éve judóznak, nem igazán tudnak olyan gyakorlatokat végezni, ami szakmai, inkább a mozgás, amire én sarkalom őket, hogy mozogjanak. A másik dolog kicsit nehezebb, mert négy kiemelt versenyzőből három ugye fogtől lakik, ők otthon edzenek, edzéstel alapján, ugye nem, ők nem jár, nem, azon nem ők sem mennek sehova, sajnos ugye Csilla, Pisti, Orsi, ők otthon vannak fogtőn. Noéminek van annyiba szerencséje, hogy ő, meg nekünk egy kicsit, hogy ő ugye Kalocsán van, vele őt tudjuk folytatni az edzést, erőléti, kardió és szőnyeg munka is, a szőnyeg munkát azt velem tudja csak csinálni ugye a terembe, tehát muszáj. A legrosszabb az egész, hogy nem tudjuk, mire készüljünk, mikor és hol állunk szőnyegre. A judóban és természetesen sok más sportban is fel kell építeni a versenyzőt, hogy a verseny napján hozza a legjobb formáját. De ez egy folyamat, ugye, mire ide eljutunk. Tudjuk a versenynap alapján a versenyeket, és így készítjük fel ugye a versenyzőket, most nem tudunk semmit. Azt nem tehetjük meg, hogy teljesen leengednek a versenyzők, mert onnan nagyon nehéz újra csúcsformát építeni. Állandó csúcson tartani sem maradhatnak, mert nem bírják. Tehát marad a szinten tartás, de nem tudjuk, hogy meddig. Tehát ugye nagyon okosan be kell osztani az erőt, bentartani a motivációt, ami nagyon nehéz. A nyári edzőtáborok ugye lett volna három edzőtábor, nem tudjuk, mi lesz még, mindig nem tudjuk, mi lesz vele. A versenyek elmaradása is, ugye Csilla készít a junior országos bajnokságra, lett volna szombaton, szerre tudtuk meg, hogy lefújták. Addig ugye toppon voltunk. Tehát itt tartunk most sajnos. Ugye több versenyre készültetek, amikor az év elején beszéltünk különböző válogató versenyekre. Van már valami olyan elképzelés, hogy esetleg az év második felében lesz esetleg lehetőségetek arra, hogy újra szőnyegre lépjetek? Igazság szerint semmit nem tudunk. A Nemzetközi Judó Szövetség most megint úgy tudom, július 31-ig minden versenyt örölt. Nálunk ugye most úgy volt a Magyar Judó Szövetségnél, hogy aztán április 31-ig voltak törölve a versenyek, de ezek nyáron nincsenek is versenyek, tehát a nyáron nincsenek is. Ugye augusztusban lenne az első versenyünk, hát nem tudjuk, tehát olyan messze még ugye nem mentek valószínű. Nem tudunk, tehát kilátástalanság van, mert nem tudjuk, hogy mikor tudunk újra szőnyegre állni, és ez nagyon nem jó. És hogyan élik meg ezt a fiatalok, hiszen ugye ők készültek, nagyon sok szép eredmény volt itt az elmúlt években, hogy nem versenyezhetnek, nehezebb a munka, milyen az ő hangulatok, az állapotok mostanában? Hát ugye elsősorban ugye a falsz gyerekeknek, akikkel neten tartanak kapcsolatot, ők nekik ugye ez azért furcsa, mert ők most kezdtek ugye följönni. Kezdték élvezni a judót, kezdték érteni a judót, és most egy ilyen tolvonása úgy nekik, hogy megálltak. Tehát minél sokan írják, hogy nagyon hiányzik az edzés, nagyon hiányzik a munka, el is hiszem. A másik ugye, tehát nem csak a judóban, más olyan sportban, élsportban, akik mindig be van osztva a napjuk, az életük, a mozgás, benne van. Ez egy hirtelen vágás, tehát nem mondja nekem senki, hogy egy otthoni edzés fölér bármilyen olyan edzéssel, ami terembe, partnerrel, vagy bármivel csinálunk sajnos, és ez nagyon meglátszik a fiatalokon. Jó van, de ezek szerint nem adjátok föl, és készültek a jövőre, bár bizonytalan még a... Persze nem adjuk föl, tehát azért is jeleztem, hogy folyik a valamilyen formában a munka, az edzésmunka, csak nagyon nehéz ugye úgy dolgozni, nem tudjuk, hogy mikor, mert milyen edzésmunkát csináljuk. Tehát mikor kezdjünk el szépen akkor készülni, húzni fölfele a versenyzőket, nem tudjuk. Tehát, és ez a legnehezebb ebben a kérdésben most. De nem adjuk föl, természetesen egy utolsó nem adja föl, tehát harcolunk és küzdünk. Februárban rendezték meg a 30. Magyar Evezős Ergométeres Országos Bajnokságot. A versenyen egy 8 főből álló kalocsai egység is képviseltette magát, a korábbi évekhez hasonlóan kiemelkedő eredményekkel. 2020-ban, február 22-én és 23-án került megrendezésre Székesfehérváron a Magyar Ergométeres Országos Bajnokság, méghozzá a 30. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is voltak kalocsai résztvevői a rangos versenynek, név szerint Althamer István, Kapitány Klarissa, Kocsis Bálint, Kovács Anett, Markó Diana, Német Hanna, Szejc Csanád és Tamás Abigél. Különböző korosztályban vettek részt a versenyzők ezen a futamukon, ugye a legkisebbeknek, ugye ez a 11 és 13-14 éves korosztálynak 1500 méteres volt a táv, a fölött pedig 2000 méteres távon versenyeznek a sportolók. Gyakorlatilag itt a
fordított sorrendben mentek a versenyek, tehát az idősebbek kezdték, és a legvégén a fiatalok fejezték be a versenyzést. Próbálom ilyen sorrendbe mondani az eredményeket. Tehát ugye az első között Tamás Abigail állt rajthoz. Ő nagyon jó eredményt húzott, tehát saját magához képest ugye meghúzta a legjobbját. Ő erős középmezőnybe végzett. Úgy gondolom, hogy ez neki egy nagyon jó eredmény. Annál is inkább ő nem egy termetes leányzó. Ergométeren viszont ez nagyon számít, hogy ki milyen tömeggel húzza azt a kart. Mindent megtett, amit lehetett. Gratulálok neki, szépen versenyzett. Őt követte ugye Althamer István. Isti a számos serdülő fiúk mezőnyében állt rajtoz. Hát ő se egy hatalmas termetű. Szerencsére magassága megvan, de tömege nincs. Viszont ő is 4, átlag fölötti watt per testsúlyt húzott. 260 volt a kitűzött cél, ugye új egyéni csúccsal, de ezt sikerült is meghúzni, ezt a volt teljesítményt a 2000 méteren, szépen jó versenyzéssel a 10. helyen, ha jól tudom, 10. vagy 8. helyen végzett, mert több futam is volt. Őt követte Kocsis Bálint, ő egy úgymond újonc, mert egy éve vesz csak köztünk, ő első éves serdülő. Bálint is meghúzta a legjobbját, szépen jól versenyzett, ő is a, hát náluk azt hiszem ilyen 50-55 induló volt, és az első 15-ben végzett, úgyhogy gratulálok, jól versenyzett, bízom benne, hogy fejlődés halad tovább majd vizen is. Ők hárman voltak, akik 2000 méteres távon versenyeztek, utána jöttek ugye a tanulókorosztály. Tanulókorosztály közül először ugye ott is volt több futam, kapitány Clarissa Carmen, Németh Hanna és a 13 éves Markó Diana állt rajthoz. Sajnos Dia az elmúlt héten betegeskedett, lázzal is küzdött. Hát úgyis meg úgy kellett volna neki, hogy nem kell edzésre jönni, inkább pihenjen, tehát nincs edzés. Hozzátenni már úgyse tettünk volna a teljesítményéhez az utolsó héten, de viszont előtte nagyon szorgalmasan járt az edzésekre, ezért meg is látszott az eredménye, és sajnos a betegség egy kicsit hátráltatta, de ő is így is meghúzta a legjobb idejét 1500 méteren. Így Dia bár a futamát megnyerte, mert több futam volt a 13 évesek között, de összetettben ő az 5. helyen végzett. Úgy gondolom, hogy neki ez egy nagyon jó eredmény. Gratulálok neki is. Ugyan egy futamban rendezték, de külön számolták ugye a 14 éves korosztállyal. Ebben a futamban ugye kapitány Clarissa és Németh Hanna állt még rajthoz. Hát itt Clarissa szintén nagyon jót húzott, a legjobbját húzta meg. 5.59-es idővel ő gyakorlatilag a 6. helyen végzett az összetetben, míg Németh Hanna 15. helyen végzett, ő 180-as átlagvattal húzták. Úgy gondolom, hogy ők is mindent megtettek azért, és a legjobbjukat húzták az eredmények alapján. Majd lesz jobb. Bízom benne, hogy vízen ezt át tudják vinni vízre, és ott majd nem számít annyira a tömeg. A következő futamban állt rajthoz, szintén még 14 éves korosztályban, Kovács Anett. Ugye Anett a 13 évesen nyert a magyar bajnokságot, akkor országos csúccsal. Edzésen itthon már meghúzta a 14 évesek új országos csúcsát, de nyilván az nem kvalifikált eredmény volt. Edzésen meg tudta ezt húzni, ahogy meg tudta ezt húzni a magyar bajnokságon is, csak az a baj, hogy tőle 1-2 másodperce volt, aki jobbat húzott. Végül is Anett a 3. helyen ért célba, de az első 3 helyzet a tavalyi országos csúcstól mindenki jobbat húzott, jobb időeredmény. Úgy gondolom, hogy mindent megtett azért, amit lehetett. Nagyon szoros befutó volt, mert gyakorlatilag 2 másodpercen belül volt a 3 sportoló, ez még ergométeren is szoros, úgyhogy ezúton is gratulálok neki, nagyon szép versenyzés volt. Hát el is fáradtak rendesen a gyerekek. És akkor őket követte az utolsó futamban Szejsz Csanád. Csanád is körülbelül 1 évvel kezdett el evezni. Ő Diák Olimpián már nyert 500 méteres távon, úgy kezdte el úgymond az evezést. Hát a megbeszéltek alapján Csanád, hát elég erős fiatalember, jót rajtolt. Aztán szóltunk neki, hogy kicsit óvatosabban, nehogy elölje a patronokat,
hogy legyen a végére is erő, azért 1500 méteren be kell osztani az erőt, ez így van. Hát ott voltak olyan ellenfelek, hogy azt hittem, hogy nem fognak majd úgy haladni az elején, mint ahogy haladtak, de szerencsére időben tudtunk rá reagálni, és Csanád bár az első 4-500 méternél még az ötödik helyen volt, de utána egy nagyon-nagyon jó és erős utazó tempót diktálva, lényegesen a többiektől jobb eredménnyel följött az első helyre, és gyakorlatilag egy jó 8-10 méteres előnnyel meg tudta nyerni a magyar bajnokságot, így ő ergométer magyar bajnok lett a 13 éves fiúk között. Hát remélem, hogy vízzel is át tudjuk vinni családnak ezt az erejét és ezt a lendületét. Mivel technikai sport, már olyan értelemben, hogy nagyon-nagyon összetett technikai dolog kell hozzá, hát bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Úgyhogy ez volt az ergométeres országos bajnokság, úgyhogy gratulálok mindenkinek, minden sportolónak, aki ezt itt részt vett. Bízom benne, hogy a lendület megmarad bennük a továbbiakban, és majd az ő részükre, ugye Abigail meg Isti részére lesz a hosszú távú, meg a mondjuk hosszú távon a fiataloknak is lesz verseny négy párvezősben. Azután jönnek a válogató versenyek áprilisban, az csak a Isti és az Abigail érinti, a fiatalabbak duatlon versenyek lesznek, tehát ilyen futás, ergométer, stb. Hát remélem, hogy haladunk tovább, csináljuk tovább, edzünk. A kalocsai fiatalok hamarosan ismét ergométerrel pattannak majd, ugyanis március 7-én kerül megrendezésre a Sportág diákolimpiai versenye. De egy kicsit időzzünk még el az elmúlt hetek eseményein, ugyanis a 2020-as sportbálon megtisztelő címekkel jutalmazták a KSE evezőseit. Igaz, a csapat szerkezete kissé megváltozott az új évre, hiszen László Kira, Kernel Fanni, Takács Nikolett, Romsics Lili és a Szilágyi testvérek más feladatokra koncentrálnak az idei évben. Korlatilag hát abba hagyták, ugye Kira az érettségizni fog, vizsgázik, U23-as sportoló lett a fiúk is, az Ervin és a Márk is U23-as kategóriába lettek. Fanni bár ifi versenyzőként folytatnára az idéntől, ő azt mondta, hogy most nem tudom, besokalt, elege lett, más szeretne csinálni, sajnos. Ugye Lili folytatja az evezést, ő átigazolt a szolnoki csapathoz, úgy, mint annak idején Panna. Itt azért megjegyezném, hogy Panna megnyerte a könnyű súlyú ifi ergométer bajnokságot, Lili pedig második lett a serdülők között. Tehát bízom benne, hogy Lilinek is két év ezelőtt ugyanígy második lett tanulóba, de akkor egy pár evezésben magyar bajnok. Hát bízom, hogy hasonló eredmények lesznek az idén is. Ugye Takács Nikolett volt még, aki az idén magyar bajnokságon részt vett, és hozzájárult ehhez a szép eredményhez. Ugye ők négy párban teljesítettek nagyon jót az országos bajnokságon, sajnos ők úgy döntöttek, hogy az idén nem szeretnének tovább versenyezni. Hát érettségi van, akiknél gondolom be fog jönni előbb-utóbb a munkahely választás az iskola után. Ez megérthető, és ez vele járott dolog sajnos. Mivel hát az evezésben ilyen korba ifibe ott már nem nagyon elég a heti 3-4 edzés, ott főleg ha valaki szinten akar maradni, esetleg válogatott szinten, ott sokkal több időt kell edzeni. Ők így gondoltak, ugye velük csökkent a létszám, de annak örülök, hogy például, hogy mondtam, hogy itt van Csanád, aki tavaly kezdte, illetve Kocsis Bálint, vannak egészen kisebbek Szilágyi Szabolcs személyében. Hát remélem, hogy ők belül is majd lesz valami, járnak edzésre és igyekeznek. Vannak még fiatalok, akik járnak az edzésekre. Bízom benne, hogy kicsit nagyobb lendületet kapnak majd ezután, és fejlődni fognak. A sportbálon kapott díjról, eredményről, hogy az idén is sikerült két kiemelkedő kupát megkaptunk, ugye egy női, legjobb női sportoló személyében Kellner Fanni, ugye gratulálok neki, illetve megkaptuk a Kalocsaváros legjobb csapatának a kupáját, ezúton is szeretném megköszönni a bírálóinknak ezt a díjat, hogy megbíztak bennünk, illetve az eredményeinket figyelembe véve ezt, ezzel is támogatták az evezést, illetve számunkra meghozták ezt a döntést, ezt a kellemes döntést, mert meglepetés volt, hogy mi kaptunk egy ilyen díjat most.
Köszönöm. Mikor tudtok újra kimenni a vízre edzeni? Hát edzeni, hogy is mondjam, tehát az időjárás néha olyan, hogy ki tudnánk menni, mert szoktam kijárni Dunára, és tükörvíz van gyakorlatilag, az időjárás is kedvező, mert 10 fok körüli idő, hőmérsékletek vannak, szélcsend, tudnánk evezni. Ugye egy problémánk van, a stégünk az felújításra szorul egy kicsit, azt most a napokban, hetekben próbáljuk felújítani, vízre tenni, és hát utána kezdjük majd nagy egységekben, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, a vízi edzéseket, ugye vízi alapozással, hosszú evezésekkel, technikai gyakorlatokkal, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy lesz rá elég időnk az idei évben, hogy már a hosszú távú versenyre is össze tudjunk rakni egy olyan ütős csapatot, itt a tanuló lányokra gondolok, akik jó helyezéseket tudnak elérni. Ergométeren ez, amiket ők húztak, ez, ha össze tudjuk adni és át tudjuk vinni a vízre, hát akkor remélem, hogy lesznek jó eredmények. És akkor még egy dologról beszéljünk itt a végén. Ugye nagy építkezés van jelenleg a Messzesi Dunaparton, ami egy az Evező Szövetségnek a pályázatának köszönhető. Pontosan mi az, ami ott épül, és ez hogyan fogja segíteni a ti munkátokat? Hát az elmúlt években ugye bekerült a kiemelt sporták közé az evezés, és gyakorlatilag ennek alapján a kormány úgy döntött, illetve a BMSK-n, az EMIN keresztül létesítményfejlesztési támogatásokra adnak pénzt. Itt meg van határozva, hogy mire lehet költeni az összegeket. Mi 2017-ben már pályáztunk egyre, utána jött a 18-as, 19-es, és majd bízom benne, hogy most a 20-as. Az elmúlt 6 év, 7 év eredményeink alapján úgy döntött a Magyar Evező Szövetség, hogy bizalmat szavaz annyiban nekünk, hogy amit kértünk összegeket, azokat többnyire megkaptuk létesítményfejlesztésre. A 17-es évben ugye stégvásárlásra adtunk be igényt, illetve egy hangárépítésre. Ott ugye voltak a választások, mindenütt egy kicsit megakadt ez a folyamat, de közölték velünk pár év múlva, hogy ott van, megvan a pénz, és megynek a pályázatok. Most ez lenne a legsűrűsebb nekünk, hogy egy hangárt felépítsünk, mert sajnos ott kaptunk egy 11 millió forintot hangár és stégre. Hát most 2020-ban ez már csak hangára lesz elég, és ebbe is csak nagyon bízunk. Ehhez volt az önkormányzatnak egy olyan állásfoglalása, hogy ők bizonyos százalékkal tudnák ezt támogatni, hogy fölépüljön Messzesen egy hangár. Úgyhogy én ezt is nagyon köszönöm nekik, hogy ebben ilyen jellegű döntés született. A 2018-as létesítményfejlesztési támogatásunk volt, ami egy konditeremre adtunk be igényt. Ezt láthatják a Messzesen járók most, hogy építési fázisba került. Itt a BMSK gyakorlatilag az önkormányzattal kötött szerződést. Ezeket az épületeket, kivitelezéseket csak egy olyan kivitelező csinálhatja, aki kompletten összeállítja az egészet, vele kötnek szerződést, illetve az önkormányzattal, és az önkormányzat a kivitelezővel, úgy tudom. Itt az önkormányzat fölvállalta, ezt a 18-ast ők megcsinálják, és kivitelezik. Ugye ez hatalmas feladatot vettek le a vállamról ezzel, mert hát én nem is értek hozzá, nem vagyok építész. Nyilván el tudom mondani, hogy mire lenne szükségünk, milyen helyekre, mekkora legyen a terület. Megkérdeztek, tehát a tervező is megkérdezett, hogy mint legyen, bízom benne, hogy úgy el is fog készülni minden. Remélem. Úgyhogy most ezt láthatják a futók, a kerékpározók, illetve a kint kicsit pihenő emberek, hogy ott zajlik ez az építkezés, ez egy konditerem lesz tulajdonképpen. És akkor ezt a téli időszakban tudjátok majd használni, amikor? Jelenleg úgy van, hogy mivel eddig nem terveztük a kinti, téli kinti edzéseket, mert az ötös épületben most az öltözök, minden ott nincs fűtés, illetve lehetne, de csak fafűtés cserépkája ezzel azzal megoldani, nyilván az elég macerás lenne ott fenntartani az állandó hőfokot, illetve hogy ne fagyjanak el a vezetékek. Jelenleg ebbe se terveztünk fűtést, hogy beleférjünk abba az összegbe, amiben kerül az épület. Viszont erre épülve 2019-re ugye olyan támogatási irányt kértünk igényt,
hogy a meglévő ötös épület teljes felújítását szeretnénk. Ha sikerül, akkor és belefér, már pedig úgy néz ki, hogy igen, akkor napelemeket fölrakni a tetőre, a napelemmel ugye elektromos fűtés, infrafűtés, bárhogy megoldani akár az ötös épület, akár a konditeremnek majd a fűtését. És ha ez összejön és sikerül megoldani egy-két éven belül, akkor természetesen ott télen is tudnánk edzéseket folytatni. Akár mi, akár azok az emberek, akik érdeklődnek esetleg az ergométerezés iránt, ott lesz egy ergométerterem, ahol lehet majd télen is edzegetni, sportolgatni. És ez azért is jó, mert mellette ott van ugye a vizes blokk, tusolóval, mindennel, öltözővel, tehát ez egy jó kis központi hely lenne nekünk, evezősöknek. Hát bízom benne, hogy ez sikerülni fog, és összejön. Gratulálunk az elért eredményekhez, és izgatottan várjuk a Diák Olimpiáról szóló beszámolót, amit majd természetesen önökkel is megosztunk majd itt a sportmagazinunkban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. További szép estét, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!